köszöntöm mindannyiukat sok szeretettel, akik ezt a mai két vetítést itt most végignézték, és köszöntöm szeretettel az alkotókat, egyrészt a főszereplőt, főhőst, másrészt a rendezőt, az elkövetőt is. Nagyon érdekes műfaj a film, a dokumentumfilm műfaján belül a portréfilm. Egy olyan világ, amely tulajdonképpen egyszerre két művésznek kell az alkotását interpretálja, bemutassa. Miközben nyilvánvalóan a portré főszereplője, főhőse az a fontos téma mindannyiunk számára, ugyanakkor a kezenyomát, az alkotó kezenyomát is minden esetben viseli maga az elkészült mű. Itt a Művészeti Akadémia megbízásából ez a második munkám. Többszörösen nehezített a feladat egy író portréjánál, egyrészt azért, mert egy író például munkája közben nem túl érdekes vizuálisan. Tehát nem úgy, mint mondjuk egy hegesztő, vagy egy szobrász, vagy egy, nem tudom, akár egy műtőorvos. Feriről készült már egy kiváló portréfilm az egykori Duna televízióban. A Cigány Zoli, fiatalon meghalt Cigány Zoli készítette, és egy igen kiváló portréfilm, amivel nagyon hamar találkoztam, amikor elkezdtem az anyagot gyűjteni, hogy mégis mit lehet egy ilyen portréfilmbe beilleszteni. És akkor fölállt egy második feladat, azon túl, hogy valahogy megmutatni Ferinek az univerzumát, elkerülni azt, hogy olyat mondjunk, amit már valaki egyszer elmondott, vagy abban a formában, ahogy ez már egyszer megtörtént. És a feladat harmadik nehezítése pedig maga Feri, aki amikor először beszéltünk telefonon, vagy első néhány beszélgetésünk során, hát kiderült róla, hogy hát valójában tulajdonképpen ővel nem sok mindent lehet kezdeni azon túl, hogy leülünk majd, és akkor beszélgetünk egyet a kamera előtt, és még fotót is nagyon nehezen volt hajlandó adni magáról. És aztán szerencsére feloldódott ez a bizalmatlanság, ami egyébként a saját élethelyzetéből, akkori aktuális élethelyzetéből fakadt, és Gyuri segítségével, aki a beszélgetőtárs volt, sikerült például eljutnunk odáig, hogy elmehettünk Szegedre is, abba a bizonyos házba, ahol Feri a életének nagy részét töltötte. És valójában ennek köszönhető, hogy ez a film ez így megmozdult, mert onnantól kezdve már nem a szépen beállított statikus beszélgetés lett a fő eleme ennek a filmnek, amit láthattunk itt közösen, hanem az a helyzet, hogy ezt a házat, ami egy különös varázsdobozként működik, föl lehet fedezni és föl lehet fedni a külső nézők számára. Az írón a sor, hogy ő neki tulajdonképpen ez egy teher, ez egy olyan feladat volt egy film főszereplőjévé válni, vagy legalábbis egy interjúban magáról beszélni, ami hozzájárul az életmű értelmezéséhez. Úgy érzed fontos, hogy ezt lássák rólad azok, akik a te írásaidat olvassák. Hát kimondta tulajdonképpen, hogy ami a lényeg, de hogy is mondjam, én az embernek néha látszania kell. Az írónak nem baj, ha nem ismerik az ábrázatját, mert az író az Isten kéme, tehát Jó, ha nem ismerik föl az utcán, a boltba, a villamoson, akárhol. De néha ugye szükség van ilyesfajta dolgokra, és én nekem őszintén szólva, ha másnap vesszük föl, akkor biztos más jutott volna eszembe. De akkor ott, és a Gyuri kérdései, és ebből jött ez elég sok, nyilván tetemes túlforgatással, tehát ez így van, mert az ember fecseg, meg mindenféle hülyeség eszébe jut, aminek nincs is ott a helye, vagy nem olyan hangsúlyos.
és így tovább, de nem tudok ehhez mit mondani, mert ez mindig más. Tehát a Császár Pista írta azt, hogy az életrajzról, hogy nekem naponta más az életrajzom, hát ez körülbelül így van. Leleplezi az írót az, hogyha a nyomába ered egy filmrendező azoknak a helyszíneknek, azoknak a történeteknek, amelyet ő kitalált, vagy éppen összemontírozott a maga élet fantáziájából, vagy életlátomásából, vagy mondjunk akármilyen szót, abból az életanyagból, amiből dolgozik. Akár mennyire is realista vagy, vagy mit tudom én, egészen naturalista, a belső kép sose lesz azonos a külső képpel. Hiába próbálod te azt megjeleníteni az emberek elméjében, mert hát végül is a próza is egy képírás, a képet az olvasó alkotja meg, és csak a mi munkánk csak akkor él, ha olvasnak. Tehát ha valaki olvassa, és a fejében egy kép kialakul. Hát ezt a képet lehet, hogy mondjam, ezen kell dolgozni, de én nem látom annak különösebb értelmét, vagy különösebb, hogy most meg mi lesz akkor, ha meglátják, hogy mit tudom én, milyen volt a WC, amin ültem. Hát ezt én nem tudom. Én már fiatalon se szerettem, mikor elmentem Angliába. Én nem szeretem az írók gatyamadzagjait, meg szemüveg kereteit, meg mit tudom én. Szóval nem, ez nem az én dolgom. Ez tényleg olyan, hogy mint a belesnék. Szóval egy olyasmibe, amiben nem vagyok beavatva, és honnan veszem én. Ha mondjuk egyszerű olvasó vagyok, és érdeklődöm az illető iránt, akit történetesen Shakespeare-nek hívtak, akkor rengeteg hamis tárgyat, meg egyebet tudok megnézni, és miközben beírom a vendégkönyvbe a nevemet, merre ügyelek, egy maharadzsa meglök a könyökével például. Úgyhogy ilyesmikre. Én már korán rájöttem, hogy az íróknak az ilyen emlék, ezek nem tudom. Én nekem nem sokat adnak. Nem is nagyon megyek el őszintén. Pedig hát a közönség nagyon szereti ezeket a beavató filmeket. Szeret közel menni ahhoz az alkotóhoz, akinek a műveiből már nagyon sok mindent ismer, úgy érzi, hogy ismeri is az illetőt, és valamiféleképp megpróbál ezeknek a személyes műfajoknak a segítségével különbséget tenni, vagy az alkotó folyamatot kikövetkeztetni. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy nagyon izgalmas műfaj, és most megfordult a fejembe az a gonosz gondolat, hogy megkérdezem Attilától, hogy a felkészülés során el kellett-e olvasni a Temesi Ferenc összes művét, és... Persze, elkezdtem, de aztán hamar kiderült, hogy Feri esetében egy nagyon tudatos, nagyon öntudatos alkotóval állunk szemben, és még azt a tulajdonképpen munkának még azt a részét is kivette a kezemből, hogy kijelölhessem, hogy majd mely részleteket olvassa ő majd fel, ugye a regényeiből, vagy a könyveiből. És tehát tulajdonképpen még amit elkezdtem olvasni, az is majd, hogy nem fölöslegesnek bizonyult, ami egyébként nem igaz, hiszen egy olyan rétegzett, többdimenziós, csodálatos univerzumot fedezhettem fel a Temesi Ferenc könyvek, regények olvastán, amely előtte számomra ismeretlen volt. Tehát számomra felfedezés örömét jelenti ez a film folyamatosan, és már azért is folyamatosan, mert azóta is olvasom a Híd című filmet, a Híd című regényt, meg a Bartók című regényt is. Abban is nagyon szerencsénk, vagy szerencsém van, vagy a filmkészítőinek nagy szerencséje van, hogy Feri egyrészt szereti olvasni a szövegeket, nem csak a sajátját, másrészt meg tudja is olvasni. És amitől először féltem, hogy még azt az eszközt is kiveszi esetleg a kezemből, amivel egy picit meg tudom bolondítani, vagy színessé tudom tenni
a filmnek a szövetét, hogy a legalább az irodalmi részleteket, vagy szövegrészleteket, amik szinte elkerülhetetlenek mondjuk egy íróportré esetében, azokat, legalább azokat egy más hang hozza, vagy egy más jelenlét hozza. Tehát volt egy ilyen félelmem, de teljesen meggyőző volt Ferinek ez a, egyrészt a szövegolvasása, másrészt meg az, hogy így módon, hogy ő maga olvassa a saját szövegeit, és nem akárhogy olvassa, hanem helyzetben, mindig valamilyen izgalmas szituációban olvassa ezeket a szövegeket. Tehát egyszerre lett irodalmi szöveg átadása, és egyszerre lett valamilyen szerves akció a filmben. Tehát ezt tudtuk megtenni így, hogy a Feri hajlandó volt a saját szövegeit olvasni, és az, hogy a végén ott felpillant a Bartók című regényből, és ott azt lehet mondani, hogy na most akkor kilépünk ebből, ugye egy megfelelően egyszerű filmes eszközzel, az tulajdonképpen, nem is tudom, ez a Ferinek az adománya a film számára. Különös varázsa van annak, amikor az író, a költő maga mondja, és esetleg tudja is jól mondani, de ha nem is tudja úgy mondani, mint mondjuk egy Latinovics, akkor is ő úgy mondta, és ő válogatta. Én azt gondolom, ha talán erről beszélünk, hogy valóban egy ilyen szempontból is milyen lehetőség az, hogy egy portréfilmben eszenciálisan azokat az írásokat, azokat esetleg a részleteket mondja el az író, ami úgy érzi, hogy talán a legfontosabb, vagy abban a pillanatban neki most a legfontosabb. Igen, kimondtad, abban a pillanatban. Tehát ahogy ezt én is készültem a dologra, nem csak az alkotók. Hát én ráadásul ugye rendkívül lámpalázas vagyok, és kamera az mindig zavarba hoz. Tehát még mindig. Úgyhogy pedig így van, és még mindig így van. Például az a helyzet, amikor a Feri a szegedi háznak a különböző helyiségeiben az Apám című regényből olvas fel betűpontosan, amely Apám című regény egyébként szinte betűpontosan használja fel egykori jelentéseknek a szöveganyagát, az egy olyan különleges, többszörös rétegzettséget ad, irodalmilag is, tehát szövegileg is, de egyébként filmileg is. Mert mindez természetesen egy szituációban történik, amely szituációban beletartozik, hogy kimondhat ugye a képből. Időnként nem a Gyurinak célozza a mondatokat, hanem egy láthatatlan személynek, aki ott a kamera mögött áll, rámutat a tárgyakra, manipulálja a tárgyakat, kihúzza a fiókot, helyzetbe kerül, illusztrál, és mégis közben tulajdonképpen a saját regényét olvassa. Nem mást csinál. Azt hiszem, mindannyian láthattuk, hogy mennyire más egy képzőművészeti alkotóról bemutatni egy filmet, és más egy irodalmáról, egy íróról bemutatni egy portrét, ami Haris László portréfilmjében kettősségként jön elő, ugye, hogy ha csak a fotókat, ha csak a műveket ismerjük meg, abban egy művészettörténeti áttekintése módunk van, de amikor ezeknek a műveknek a hátországát, a megszületésének a körülményeit is megismerjük, akkor sokkal többet lát az ember benne, nem csak Haris László fotóit és az akkori fiataloknak egy irányzatát, hanem hát valósággal egy művelődés történetet, egy művelődés kulturális, politikai korszaknak a bemutatása is volt a Laci szavaiban, ahogy interpretálta azoknak a hátországát, az egykori, ma már talán kevéssé érthető kulturális, politikai dühöket és indulatokat, amelyek ezt a korszakot és ezeknek az alkotásoknak a megjelenítését követte. Nyilvánvaló, hogy egy hihetetlen gazdag anyag, és hát szembe is merem dicsérni, egy ritka jó előadói készséggel reflektáló, emlékező, elemző valakihez volt dolgunk.
gyakorlatilag, hogy irodalmi példát mondjak, ugye a Bovárinő szerzője azt mondta, hogy Bovárinő ő maga. Én is elmondhatom, hogy Haris László vagyok, szólnak ebbe az értelmében, mert tényleg olyan nem közömbös, közös emlékeket idézett föl ebből az eltelt évtizedeknek a kulturális mozgalmaiból, melyeknek ő nem csak részese volt, de alakítója is, dokumentálója is, és bizonyos értelemben egyrészt szenvedője, másrészt cselekvője is. Hogyha az egészet összegezni kell, nem az én feladatom, de én úgy látom, hogy ezt ő magasan és nagyon pozitívan oldotta meg, hiszen végül is egy koherens életműt többszörös kiállításokon volt szerencsénk ugye látni, bárkinek másnak is szembesíteni, ami egy ilyen filmnek az esetleges hozadéka, az az, ahogy ezek kommentálva lesznek. Tehát ahogy ő egyedileg, nem ismételhetően, nyilvánvaló, hogy nem instrukcióra és elpróbálások során közli ezt velünk, és ennek a, hogy mondjam, soha vissza nem térő alkalomnak, hogyha technikailag valamelyest is tudjuk ugyebár követni, megvan ez a hozadéka, hogy kordokumentummá válik remélhetőleg. Tényleg befogadtam a Gyulát, egyébként hát régóta ismerem, tehát neki sem kellett engem irodalomból vagy szakirodalomból megtanulnia, hiszen régóta ismertük egymást, és közös korábbi élményeink is voltak, a filmben említett Demeter István is hát közös mesterünk volt tulajdonképpen. Tehát a film arányait azt akár szidni, akár dicsérni, Gulyás Gyula műveként kell. Én megpróbáltam az ő kéréseinek eleget tenni, úgyhogy én inkább ilyen szereplő voltam csak ebben. Szó került itt a balatonboglári történetre, sok olyan nagy történetére az avantgárdnak és a művésztársakére is, ami nem közismerte az utóbbi években, Szemedám Gyuri könyveiből kezd, és más könyvekből kibontakozni. Akkoriban ez valóban azt jelentette, hogy szinte a kultúrpolitika révén a politika ezeknek az eseményeknek a kapcsán rátenyerelt az életetekre, vagy nem korlátozta ez azért, addig nem ment el, hogy korlátozta volna a mozgásotokat? Hát persze, nagyon is. A filmből is kiderült tulajdonképpen, hogy ha így időrendben nézzük, akkor volt egy ilyen szép kezdeti kor, amikor ezek az absztrakt fényképek készültek, az egy boldogság volt és gyönyörűség. És a 73-as év az pontosan egy nagyon konkrétan leírható augusztus végi dátum, amikor valóságosan beletenyerelt a politika az életünkbe. Ez kivéthetetlen volt. Kivéthetetlen volt, és azon kellett elkezdeni gondolkodni, hogy hát élni élünk, biztos, hogy ezek között a körülmények között nem lehet azt csinálni, mint amit eddig csináltunk, mi legyen az. És így sodródtunk, és sodródtam én magam is a pop és ezek felé, a művészeti irányzatok felé, ami inkább a konkrét tettekben, a konceptuális művekben valósulnak meg. Nem jó kedvemből egyáltalán, és nem jó kedvünkből, hanem kényszer nélkül, hogy úgy mondjam. Gulyás Gyulának is a sorsa, az alkotói pályája ismeri ezeket a fordulatokat, bár inkább a filmművészetben nem az avantgárd és nem az ilyen modern irányzatok és társadalmi megmozdulások, hanem az a elkötelezettség, amivel a magyar valóság felé fordultak a filmjeikkel, az hozta magával, hogy ezt a
kultúrpolitikai diszkriminációt, háttérbeszorítást, és ezeket a kalandokat, amelyek hasonlítanak Haris Laciék történetéhez, meg kellett érnie. Mennyire volt ez szándék, hogy ezt a korrajzot így bemutassa, aminek maga is jó ismerője, és amiben tulajdonképpen a saját fiatalságát is egy kicsit újraélheti? Hát, ahogy azt már előbb is mondtam, ez Lacinak a sorsából adódott, tehát hogyha kihagyjuk, azzal hamisítjuk a dolgokat egyrészt. Másrészt, hogyha már erről a neoavangárdról van szó, az öcsémmel együtt személyesen jó ismerősei voltunk, nagyon sok képzőművésznek, készítettünk is amatőrfilmeket a legelső kiállításokról is éppenséggel, és a János nagyon sok a Balázs Bélába készült úgymond kísérleti filmnek volt az alkotótársa, a Szent Jóbi Tamástól kezdve a Marer Dórán keresztül, hagyd ne soroljam föl. Jártam a Boglári kápolnatárlaton is voltam, és követtem is, mert közvetlenül volt egy barátom, aki részt vett a betiltásában a rádió részéről, ki is rúgták onnan akkor. Valamint a közelmúltban, hát a közelmúlt az most már azért 5 év, mégiscsak megjelent a Boglári kápolnatárlatnak a ideológiai, politikai háttértörténetét feldolgozó művészettörténész hölgynek a munkája, amiben hát többek közt olyan dokumentumok vannak, amik nem találhatók meg másút. Bódi Gábor a Balázs Béla stúdióról rendszeresen jelentett. Ez az állambiztonsági levéltárnak az anyagában nincs meg. Név szerint emleget meg embereket, és tesz javaslatokat, és egyéb ilyen dolgok. Tehát ez egy nagyon is, hogy úgy mondjam, kardinális és meghatározó fordulópontja volt a magyar művészet történetnek, az úgynevezett magyar kultúrpolitikának, és egyáltalán a magyar értelmiség hozzáállásának, mert itt azért elég sok minden elvált egymástól. Még valamit hozzá kell azért tennem, hogy sajnálatos módon ezek a filmek, ahogy az már a múltkori megmozduláson is kiderült, benne vannak abban a pokrusztészágyban, hogy ugye a televízió igényeinek és a reklámszolgáltatások dicsőítésének megfelelően 50 és csak is 52 percben képzelhetők el. Na most, hát a Laci tudja, mert pontosan a duplája a film a teljességgel, tehát az a, nem csak azt mutatja, tehát ez nem egyszerűen egy mennyiségi bővülés, hanem mindazokat a vonulatokat és mindazokat a pályamunkáit, amik meghatározták tényleg az önképét, és akik mások számára is, tehát nem csak fotótörténészek vagy különböző más ítészek számára is fontos és letapogatható, az ebben követve van, és ki is bontakozik mindenféle mániáival együtt a csodálatos gépgyűjteménye például, amivel csak az irigység hatott rám, vagy hát egyáltalán az a rendtartás, ami részbe fölvonult itt, hogy saját kezdőleg ugye ebbe a hihetetlen kompjúterbe gyakorlatilag katalogizálta és rendszerbe szedte mindazt, amit ott megmutatott külön is. Tehát így kicsit felemás a dolognak a, hogy mondjam, feldolgozása és megítélése, és szerintem, hogyha itt mennek tovább ezek az estek, bár nem rajtam múlik, mert én itt nyilvánvaló Rigolettóként csak vendég vagyok és áriászatok legfeljebb, de nem ártana talán, hogyha valaki veszi a bátorságot, hogy nem csak a kötelezőt teszi meg, hanem netán valamiért akár őrületből másra is fanyalódik, akkor vessük össze, és ítéljük meg, és mondjuk azt, hogy fölösleges, vagy netán hülyeség volt. Igazándiból az alatt a 3 év alatt, vagy nem, 2 év alatt, amíg a forgatás folyt, az alatt nekem az volt a fő célom, hogy minden, ami egyáltalán érdekli, mindenbe beengedjem a Gyulát. Úgyhogy nekem előtte semmi titkom nem volt, amit ő kérdezett, arra próbáltam válaszolni, és utána az arányokat, azt ő találta ki, és ő teremtette meg. Nyilván részben kényszerből, hiszen az 52-53 percbe be kell férni. Igen, ez föl is veti annak a lehetőséget esetleg, hogy kezdeményezni lehetne, hogy itt ne ezeket a tévéfilmeket mutassuk be, hanem azokat a bővebb változatokat, amelyben talán ez a bizonyos kényszeredett időkorlát sok mindent nem tett
hogy úgy mondjam, dobozba. Tehát hogyha ez nyilván a film rendezőjének, a film készítőjének egy plusz feladat megcsinálni egy nagyobb, egy hosszabb terjedelemben is kerekre, készre, de talán megérni, ha ez a két változat forgatható, levetíthető állapotban létezne, létezhetne, lehetne az is a haszna vagy a tanúsága ennek a vetítés sorozatnak, hogy nem azt nézzük, amit a tévében úgyis látni, hanem azt a bővebb változatot, amit az alkotók úgy éreznek, hogy nem kényszerből vált ilyen röviddé, vagy ilyen megkurtította. Ez tényleg egy nagyon jó gondolat, és kezdeményezni lehetne. Most az én papíromban az van, hogy a közönséget is próbáljuk belevonni egy-egy kérdés erejéig. Tenor Gábor vagyok. Ebben az 52 percben belefért Orosz István, de az nem, hogy Lacinak miközben van a Pannonia Film Stúdióhoz. Jó lenne ebből a filmből ezt is kiolvasni. Ha elhívjuk egy vetítésre, csak az van, hát mese nincs. Tényleg hihetetlen harcot is vívtunk magáért az archívanyagokért, hiába, hogy az alkotók maguk ugyebár a delikvensek voltak, végül is megszereztük, és benne vannak ezek a közös művek is, az Aha Amerikától kezdve, ugyebár, hogyha jól mondom, más idézetek is, tehát aki mondjuk korábban látta, részben azoknak ugye föl tudja idézni, de nem csak ez a cél, hanem szerintem egy ilyen kvázi úgynevezett portréfilmnek az inkább a feladványa, hogy kedvet csináljon a megismerésre. Nem minden tudónak kell lenni, nem meg kell mindent megábrázolni, hanem fel kell tenni az érdeklődést, szerintem. Persze, hát nyilvánvaló, hogy 60 év, nagyjából 60 év munkásságából rengeteget ki kellett hagyni. Hát nagyon fontos volt számomra természetesen a Pannonia Filmstúdióban eltöltött 10 év, és hát sok minden született akkor, aminek nagy részét ki kellett hagyni. De igaza van Gyulának, tessék érdeklődni, és arra jó volt ez a film, hogy fölkeltse az érdeklődés, hogy hát ha van itt valami más is. Hadd köszönjem meg mindannyiuknak a részvételt, a jelenlétet, hadd köszönjem meg az itt szereplő alkotóknak azt, hogy ezeket a műveket létrehozták, az életművüket létrehozták, és most van mit megismerni, van mit bemutatni, van mire felhívni a figyelmet, hiszen ez tulajdonképpen a figyelem felhívására alkalmas műfaj. Mindenkinek további kellemes estét kívánva, búcsúzunk akkor a mai alkalomtól.